üzleti tárgyalásnál, hogyha szimpatikus vagy, vagy ápolt vagy, vagy mit tudom én, olyan alapdolgokat kell csak mondani, ennél több nem kell. Ennél több aztán én vagyok, aztán aznap vagy fölvettem a bikinimet, és akkor valószínűleg meglepetve néznek rám a tárgyalópartnerek, rendben van, azt mondja, mennyit kér, mondják, és akkor le, nem tudom, szóval hülyeség, persze, önmagammal kell összhangba lenni. És azért, azért az üzleti életben tudnom kell, hogy kivel tárgyalok. Tehát az, azt gondolom, a Julinál is úgy van, hogyha egy műsort csinál azért, mondjuk a délelőtti programban nem veszi fel. Persze, függ, tehát alkalmazkodunk kell az időhöz, a helyhez, a közeghez, akikkel én együtt vagyok, hát természetes. És így már az ember, ha az öncélúan soha nem, hát ez... Te mennyi idő alatt készültök el egy-egy felvétel előtt? Hát az attól függ, mennyi időm van rá, de azt hiszem, hogy 15 percnél tovább nem foglalkozom önmagammal, mármint a külsőmmel. 15 perc? Hát az a maximum. Meg vagyok lepődve, te? Biztos. Sok vagy kevés szerintem. Szerintem nagyon kevésnek hangzik így első hallásra. Nézzünk, biztos azt gondolják, hogy órákat töltesz azzal, hogy hogy nézel ki, meg... Nem, de ez egy folyamat. Szóval amikor én megtudom azt, hogy mit tudom én, vasárnap este vagy szombat este szolgálatban vagyok. Felolvasom a műsort, hogy mi lesz a program. És már gondolatba, agyba, miközben készülök arra, hogy mit fogok mondani, hogy fogom elmondani, mihez keresek anyagot, vagy miről tudok pluszt mondani. Közben már az alkalomhoz illően egyszerűen tudom, hogy mit fog fölvenni. Nekem arra, nincs arra időm, meg óráim, hogy nem tudom én hány órát billegjek a tükör előtt, meg kitaláljam, hogy most aznap milyen lesz az imidzsem. Hát az vagyok ilyen, aztán fölkapok egy ruhát, bemegyek, és dolgozni kell hibátlanul. Nem az, az a fontos a külső, de nem az a legfontosabb. Térjünk is át a mániára, ugye? Női média mánia, a női részt ezt próbáltuk itt megközelíteni. Igazán mélyre szerintem nem jutottunk, azt gondoltam, hogy sokkal jobban meg fogjuk különböztetni a női média mániát a férfi oldalától a dolognak, de majd visszatérünk rá. Térjünk át a mániára. Mennyire mánia ez nektek, és mi fér bele emellett az életbe? Jaj, nekem mánia, az biztos, hogy mánia, ezt nem is lehetne másképpen csinálni. Most ezen kívül minden belefér az életbe, mindennek bele kell férnie. Mánia olyan szempontból, hogy muszáj akkor egy-két mondatot mondani a munkámról. Nekem az a feladatom, hogy a Magyar Televízió műsoraihoz szponzorokat szerezzünk, a szponzorokkal leszerződjünk, és ráadásul a pénz megérkezzen a Magyar Televízióhoz. Na most ez, ha figyelembe veszitek, hogy egy ilyen alkalommal nem csak több mint 200 műsor az, amit most éppen szponzorálunk a televízióban, hanem gyakorlatilag az összes produkciós vezetővel, a televíziós személyiségekkel kell kapcsolatban lenni, meg kell felelni egyrészt az ő elképzelésüknek és személyiségüknek. És emellett csinálod a saját műsorodat, a Márkás Históriákat. Emellett ezt csinálom, na most ez nekem a marcipán a tortán, és az, hogy 15 éven nem teszek mást, mint megpróbálok a saját szakmámon belül valami többet kitalálni. Mert az előző műsoromat is, amit csináltam, és egy kulturális programokat ajánló műsor volt, egyért csináltam a bevételért. Mert azt találtam, mert azt próbáltam meg, hogy hogyan tudok olyan műsort kitalálni, ami pénzt hoz. Bennem egy munkálkodik, amikor egy ilyen műsort kigondolok, az semmi más, mint egy picit a műsorkészítés, és nagyrészt a másik szakmai oldal. Van-e olyan lyuk, tehát van-e olyan igény, aminek még nem tudtak megfelelni? És akkor ezt próbálom meg. És a családot hogy tolerálja ezt a sok munkát? Én nagyon sok segítséget kapok kezdettől fogva, és bizony még most is mondom, amit az elején mondtam, hogy azért a nő, hogyha van családja, akkor azért egy picit más helyzetben van a munkáját illetően. Persze, hogy munka, és persze mindennel egyetértek, amit mondtak a kollégák, de ha nem kaptam volna ennyi segítséget, nem, egyszerűen ugyanazt a... Hát nem lehet napi 12 órát dolgozni, hogyha nekem közben otthon valaki nem segít, és én már pedig annyit dolgozom, ennyit üzemelek. Elege 9-től este 7-ig, 7:30-ig, ez nem meglepetés a többieknek, ez van. Ezt kell csinálni. Azt hiszem, egy televíziósnak nem igazán van ünnepnapja. Hát, az nincs. Ha csak nem tekintem ünnepnapnak azokat a munkanapokat, amikor ott vagyok. Tudnélik, a mániáról, én nem szeretem ezt a szót, ne haragudj, én azt mondanám, hogy hobbi, és nekem az a szerencsém, hogy a munkám a hobbim, vagy a hobbim a munkám. Tehetjük ide is, meg oda is. Arra pedig, hogy mire érsz rá és mire nem, meggyőződésem, hogy mindenki arra ér rá, amire időt szakít, és ami fontos neki. És nekem a munkám, és azok a műsorok, amelyeket készítek, az nagyon fontos. Nekem nincs gyerekem ilyen értelemben,
családom van, természetesen van egy férjem, van egy kutyám, van egy papagájom, ő. És a férjem is a szakmában dolgozott, amíg nem nyugdíjazták tavaly. De azt jól tudom, dolgoztok együtt valamelyik műsorban. Igen, ő rendezi a Júli Suli adását. És ő hogy tolerálja ezt? Hogy... De hosszú-hosszú éveken keresztül, hát mi most már 30 éves házasok vagyunk az idén, tehát a 30-ból levonok 3-at, mert azóta a Júli Suli 27 évig nem dolgoztunk együtt. Tehát messze kerültük nagy évbe egymást, hogy ne kelljen együtt dolgozni. Ez az egyetlen produkció, amiben együtt dolgozunk. Ő rendező, úgyhogy már pedig egy produkcióban a rendező a főnök, és a fej, és a minden. Tehát amit ő mond, azt úgy kell csinálni. Na most miután én szerkeztem, hát csatározások, viták azok vannak, ha nem ő lenne a rendező, nyilván akkor is lenne. Rengeteget segít nekem. Szakmailag is nagyon sokat, az első számú kritikusom, rettenetesen szigorú. Melyik tulajdonságodnak tulajdonítod azt, hogy ott maradtál? Tehát, hogy most is ott vagy? Tehát, hogy sokan, az akaratomnak veled... és a kitartásomnak és a szorgalmamnak. Azt hiszem, ez a három az, ami segített abban, hogy még ma is ott vagyok. De tudod, ebben az a vicc, hogyha nem itt lennék, hanem mondjuk orvos lennék, vagy bérnök lennék, vagy bármi más csinálnék, azokhoz a szakszám, ez mindenhez kell, az élethez, magához kell ez a három alap dolog. Tehát ha nem itt lennék, hanem más csinálnék, ott biztos, hogy ugyanezt csinálnám, vagy akkor abba ugyanúgy csinálnám, mert az embernek saját magával szemben van egy mércéje, és ahhoz tartja magát. Mondanám még pár szót a Júli Suli magazinról? Ezt most itt tartom a kezemben, ez egy új szüleményed. Igen, mondtam, hát ez mi a ez? Műsor kapcsán született meg végül is, hogy most írott formában megírjuk mindazt, ami a műsorban előfordul, illetve ami nem fordul elő. Nagyon sok olyan dolog is szerepel alapban, vagy fog szerepelni, ami a műsorban nem található meg. Ez egy családi magazin, ami tulajdonképpen a kis és nagy családoknak, az egyedül élőknek, gyerekeknek, nagymamáknak, mindenkinek próbál segítséget adni elsősorban ahhoz, miben? Hogy ebben az iszonyatos mai világban hogyan tud spórolni, hogyan tud élni, hogyan tud a másikra figyelni, és egy csomó olyan talán lelki dolgot is megpróbálunk megpendíteni, ami nagyon kiment a divatból. Egyáltalán, hogy hogyan beszélgessünk, hogyan játszunk a gyerekkel. Hogyan törődjünk, vagy hogyan neveljünk egy tinédzserkorú gyereket? Egyáltalán, hogy hogyan játszunk egy 3 éves gyerekkel? Mielőtt még jobban elmerülünk a női lélek rejtelmeiben, tartsunk egy kis szünetet, önök pedig maradjanak velünk. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Itt a Hívd Andrát, Magyarország beszélget. Mai témánk a nők helyzete a magyar médiában. Erről beszélgetünk Almási Gizellával, a Magyar Televízió Kereskedelmi Igazgatóság stúdió főosztályának vezetőjével, Ágoston Máriával, a rádió és televízió újság marketing vezetőjével, Kisté Annával, a parlament média szakértőjével, és Kudlik Júliával, aki Antal Imrével és Vitrai Tamással karöltve szinte megalakulásától kezdve a Magyar Televízió női sztárja. Anna, te vagy az itt ötünk közül, aki leginkább azt mondja, hogy hátrány nőnek lenni. Igen, igen, nekem ez a tapasztalatom, hogy hátrány nőnek lenni, tehát egész egyszerűen többszörösen kell teljesítenem ahhoz, hogy eljussak a dolgok közelébe, és hogy a meggyőződésem szerint, és mondjuk a környezetem meggyőződése szerinti jót elfogadtassam. De miért van ez? Hát, hisz férfiak a döntnökök, ugye? Hát televízió elnökei, alelnökei, médiavilág főnökei, politikusok, ezek mind férfiak. Elvileg a férfiak... Talán jobban szeretik a nőket, mint a férfiakat. Miért van az, hogy nőként mégis nehezebb annak? Figyelj, de te férfiakkal ebben a körben, amelyben például én dolgozom, egészen máshogy tudsz működni. Most a férfiak megbeszélik egymással, például a politikusok, hogy reggel 7-kor elmennek valahova teniszezni, elmennek nem tudom valami fallabdajátékot játszani, ilyesmit, mennek a termálba úszni. Leülnek a tárgyalóasztalhoz, és megbeszélik a reggeli élményeket, és kiderül, hogy valamiből például én kimaradtam már. De miért nem mehetsz teniszezni, vagy a Júli, vagy a Mari, vagy a Gizi? Miért nem mehetünk mi teniszezni ugyanúgy, vagy fallabdázni, úszni? Miért nem? Reggel 7-kor bármelyikünk? Nem. Ők egymással, tehát ahogy gondolatomat befejezzem, tehát nekik voltak más jellegű programjaik, ami abszolút szabadidős program, tehát nem a tárgyalóasztal témája volt a hivatalos témájuk, leülsz velük a tárgyalóasztalhoz, és akkor rájössz, hogy valamiből kimaradtál, mert ők egy gondolattal már máshol járnak, érted? Tehát visszautalnak egy reggeli beszélgetésre, amit te nem tudhatsz. Na most hogy férfiak egymás között...